a megyeháza előtt áll gróf Lónyay Menyhért mellszobra, amely egy az 1800-as években kanadai márványból készült szobor másolata. Csütörtökön volt 200 éve, hogy megszületett az 1800-as évek egyik meghatározó alakja. Lónyay az első pénzügyminiszterként dolgozott a kiegyezés követően, majd a Magyar Királyság kormányfője lett, később pedig a Tudományos Akadémia elnöke, valamint a számvevőszék megalapítója. 21 évesen lett a Bereg vármegyének országgyűlési követe, ami... A megyéhez is több szálon kötődött, a kor követelményeinek megfelelő alma termesztést is ő honosította meg. A Lónyay csatorna adja magát, hiszen róla kapta a nevét, a Felső-Tisza szabályozása, a Nyíregyháza-Ungvár közötti vasútvonalnak a ötlete megépítése, sőt, hát a rétközi kisvasútnak is a elindítója ő volt, amely nagyon sokáig annak a térségnek a javát szolgálta, a mezőgazdasági terményeket piacokra tudta juttatni. Ezek talán leginkább azok a tevékenységei, amelyek a megyéhez köthetőek, de hát ő országos, sőt, birodalmi politikus is volt. A rendezvény a Lónyay 200 emlékév része volt, melynek keretében idén számos programmal emlékeznek a márciusi ifjak egyik tagjára. Ennek összeállításán leginkább Tuzsér és Lónyay önkormányzatai dolgoztak. A két településen már pénteken is tartottak meg emlékezéseket, idén pedig mások mellett emlékülést és kiállítást rendeznek róla a megyeházán, de a parlamentben is tartanak egy konferenciát. Lesz például emlékbélyeg. Mivel vasút fejlesztésért felelős volt, a vasúttal egy nagyon komoly kiállítás, korabeli terepasztal fog lekerülni, és az is elképzelhető, hogy akár egy felmatricázott mozdony is lesz Lónyay felirattal, mivel a Lónyay csatorna is a ő nevéhez fűződik, tehát az árvízmentesítés, így természetesen a vízügynek is egy nagyon komoly kiállítása lesz. És hát ha hazaszeretetről beszélünk, akkor természetesen itt középiskolai történelmi vetélkedők is lesznek, ami nem lesz bekorlátozva a mai Magyarország területére. A csütörtöki megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták gróf Lónyay Menyhért mellszobrát.